Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés itt lenni. Köszönöm a meghívást, köszönöm a megtisztelő bizalmat, és a felelősség különlegesen nagy rajtatok, mert már azt hiszem, hogy nem először vagyok itt, úgyhogy tudtátok, hogy mire számíthattok. Ez egy Isten tisztelet, igaz? Bármit is jelentsen ez. Oké, hányan vagytok itt hívő emberek? Tehát akik hisztek abban, hogy létezik egy természet feletti, akkor fordítva túl sok kész. Hányan nem vagytok hívők? Remélem van valaki. Ketten, hárman. Yes! Vagy letettétek a kezeteket időközben? Nem? Senki se normális. Azt tudjátok, hogy ebben a mai világban normális, ha nem vagy hívő? De ne viccelj. Hát egy olyan... sokan vagytok itt nazarénus gyökerekből? Nektek nem normális. De az olyan embereknek, mint mi, a normális embereknek, akik nem keresztény családban nőttünk föl, akik nem az anyatejjel szívták magunkba, mi egy ateista világba születtünk. Egy ateista világban nőttünk föl, a ateista filozófiát szívtunk magunkba az anyatejjel, egy Isten tagadó filozófia vesz körül minket a médiában, a kultúránkban, gyakorlatilag mindenhol. A mai világban normális nem hinni. És ti vagytok a kisebbség. Tehát, hogy ti vagytok a kisebbség. És két dolog jut erről az eszembe. Az egyik, hogy kérlek, ne felejtsétek el azokat az embereket, akiknek fogalmuk nincs arról, ami nektek természetes. Tehát kérlek, ne induljatok ki abból, hogy mindenki azzal a kiváltsággal és azzal az előnnyel él, amivel ti. Mert az emberek odakint el vannak veszve. Most annyi miért mondod? Azért, mert minden ember el van veszve. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy amikor az ember megszületik, egy dolog válik azonnal biztossá. Hogy meg fog halni. Hogy értem, hogy meg fog halni. Sanyi, ez nem, miről beszélsz? Valami vasárnap délután, valami bátorítót mondjál. Itt a bátorítás. Meg fogunk halni. Ugye értem, el vagyunk képedve, amikor egy baleset történik. Amikor, és ez tényleg tragédia. Vagy valahol egy katasztrófa. És emberek úgymond idő előtt meghalnak. És ez tragédia, mert azt gondoljuk, hogy történt valami, aminek még nem kellett volna megtörténnie. De közben egy még sokkal nagyobb tragédiával ilyen teljesen hétköznapiak vagyunk. Így észre se vesszük, hogy 60, 70, 80 év után mindenki meghal. Ezt értitek? Egyszerűen mindenkinek lepereg a homok az órájából. És erre meg csak úgy megvonjuk a vállunkat. És tudod, ha egy jó életet élek, ahol megvan mindenem, és kényelmes, és sikeres vagyok, és nem vontam meg magamtól semmi jót, akkor azt mondom, hogy szuper. De vajon van-e olyan nap, amikor azt a jót, amit élvezhettem az életben, könnyen elengedem? Van-e olyan nap, amikor könnyen mondom azt, hogy nem látom többet a gyerekeimet? Van-e olyan nap, amikor könnyen búcsúzok el mindentől, amit eddig csak életként ismertem? Csak azért, mert 80 évet éltem, vagy 90-et, akkor már könnyű lesz elengedni mindent. A halál egy kegyetlen zsarnok, és mindannyiunk élete felett uralkodik. És mi hívők azt mondjuk, hogy találtunk egy kiutat. És igen. De kérlek, ne feledd el, hogy odakint 100 emberből 99, amikor kívül mosolyog is, mert mondjuk minden jól megy az életében, mert amikor összeméri magát a többiekkel, akkor úgy tűnik, hogy nekem egy klassz életem van, neki is pereg az órája.
homok potyog lefelé. És hogyha tudatosan nem is, mert ha beszélsz emberekkel, akik nem hívők, ők tudatosan nem félnek a haláltól. Én is emlékszem erre. 10 éves koromban motoroztam. Gyorsasági motorversenyző akartam lenni. Tadá! És én nem féltem a haláltól. Egyáltalán nem. Azt gondoltam, hogy olyan lesz, mint amikor kihúzzák a tévét a konnektorból. Nem az a kérdés, hogy mi van, ha meghalok, hanem hogy előtte élek-e. De tudat alatt, főleg az első baleset után, ahol az orvos azt mondta nekem, hogy a fejem valami olyasmit csinált, mint amikor egy dinnyét leejtesz olyan 1,5 méter magasról. És nem robban szét, de úgy körbe megreped. Ez Sanyi feje. Azt mondja, 5 centi plusz, és mi most nem beszélgetünk. Az emberek tudat alatt tudják, hogy bajban vannak. Az emberek tudat alatt tudják, hogy a legnagyobb természeti siker és semmi. Hogy van egy gigászi probléma a háttérben az, hogy meg fogok halni. És akkor van egy másik gondolat is. És ez az, hogy miközben nézzük az embereket, és biztos észrevettétek, ezt tuti észrevettétek, hogy másoknak mindig jól megy. Tehát én, amikor magamat összehasonlítom valakivel, akkor mindig okosabb, mindig sikeresebb, mindig kevesebb családi problémája van, mindig jóképűbb, másoknak valahogy mindig, igaz? És az én lelkem ezt valahogy meg tudja csinálni, hogy mindenkinek az életéből kiválogatom az ő legjobbjukat, és összehasonlítom az én legrosszabbammal. És nem tudom, lehet, hogy ti nem így csináljátok, de... És ezért azt gondoljuk, hogy az embereknek általában ilyen állati jó élete van. Nem? Minket kivéve. De úgy másoknak passzus állati jó élete van. És ez csak nem igaz. Ezt érted, ez csak nem igaz. Hogyha mindenki kipakolná a saját nyomorát, így egy nagy kerek asztal köré leülnénk, és mindenki kitenné az életének a terheit, az életének a gondjait, és azt mondaná, hogy cserélhetünk, bárkiét elvihetnéd. Oké, bárkiét elvihetnéd. Tudod, mit csinálnánk? Szép csendben visszapakolnánk a sajátunkat. És azt mondanánk, hogy köszönöm szépen, ez pont jó lesz nekem. Miért mondom ezt? Mert odakint emberek élnek, akik alig élnek. Odakint emberek vannak, akik azt se tudják, hogy mi az, hogy élni. És figyeljetek meg, merem kockáztatni, hogy mi keresztények sem igazán tudjuk. Hogy mi keresztények sem igazán tudjuk. Az, ami a miénk, az, amit Isten adni próbál nekünk, az egy olyan magas, egy olyan mély, egy olyan kategória, egy olyan csoda, egy olyan dolog, amit igazán, majdhogy nem, el sem tudunk képzelni. És itt az én kérdésem, hogy te hogy csinálnád? Hogy ott van egy egész emberiség. Nem, ez túl bonyolult. Menjünk vissza a család szintjére. Oké. Azt el tudod képzelni, hogy te egy családfő vagy, apa vagy anya, van egy gyereked, vagy több, vannak unokatestvérek, tehát hogy van egy családod, akik felett van befolyásod, akiket szeretsz, akik felől aggódsz, akiket a szíveden viselsz. És van valami, amit adhatnál nekik, az életet. Az életet. És te tudod, hogy mi az. De ők nem értik. Ők nem tudják. És ezt az életet nem tudod rájuk erőltetni. Nem tudod beléjük kényszeríteni, hanem nekik kéne felismerni. Nekik kéne átvenni. Nekik kéne választaniuk ezt az életet ahhoz, hogy az övék lehessen. És amikor választják, és amikor felismerik, akkor valami fantasztikus dolog történik. Akkor az, amiről álmodtak, vagy álmodni sem mertek, valóra válik. Akkor igazán elkezdenek élni, de ehhez nekik kell felismerni, nekik kell választani. Te hogy csinálnád? Íme a kihívásom feléd. Te
hogy csinálnád? Hogyan adnád oda valakinek azt, ami a legfontosabb neki, de nem érti, nem látja, és nem is kell neki, mert nem érti, és nem látja. Hogy csinálnád? Egyszerű? Nem egyszerű. Nem egyszerű. Nem egyszerű. És Istennek ez a feladata, ez a kihívása. Minden ember, aki él a Földön, szabad akarattal bír, és Isten mindent oda akar nekik adni. Mindent. Figyeljetek, képzelj el egy nagyon gazdag királyt. Királyok többnyire gazdagok, ha? Igen. De ez nagyon gazdag. És kibeszélhetetlenül gazdag. Minden az övé. Bármit meg. Minden az övé. Hatalom, pénz, minden az övé. Mivel jársz a legjobban? Ha kérsz tőle mondjuk 10 milliót. Sok? Kevés? Hányan mondjátok, hogy sok 10 milliót kérni a nagyon gazdag királytól? Egy kéz. Oké, akkor legyen 50 millió. 50, na? 50, az jó? 50? Sok, kevés? Még már, oké. 100? 100 milliót kérünk a leggazdagabb királytól. Mi lenne, ha elkérnénk a... Tudjátok, a magyar népmességben így van. Fele országát. A felét, amilyen van, annak a felét kérnénk el. Ez jó? A felét. Az jó, de pofátlanság, nem pofátlanság? Hogy lehetsz ilyen pofátlan? Elkérnéd a felét? A felét? Oké, Isten mit adott nekünk? Róma 8:28. Mit adott nekünk? Nem, hogy mindent, hanem miután odaadott volna mindent, az egész királyságát, még mindig megfosztana minket valamitől, ha azt nem adta volna oda. Mégpedig saját magától. Képzeld el, hogy az a nagyon gazdag király, férfiak képzeljék el, hogy királynő, a nők képzeljék el, hogy király, állati jóképű is. És megszereted. És igazából elkezdesz arra gondolni, hogy nem csak a pénze kéne, hanem ő maga is. És ez mekkora húzás lenne? Ez egy istentisztelet, ugye? Na mindegy. Mekkora húzás lenne, hogyha nem csak a vagyonát kaparinthatnád meg, hanem őt is. Ha megkapnád a királyt, vagy királynőt, és vele együtt mindent. Azta. Na, az egy nagy húzás lenne. És Isten pont ezt csinálta. Azt hiszem Róma 8:28. Azt mondja, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Tehát azt mondja, hogy én adom magamat ajándékba, magamat adom, és mert én vagyok a király, velem együtt minden a tiéd. Mint egy házasság. Ezért van házasság. Úgy értem, a házasság intézményét Isten nem azért találta ki, mert hát olyan uncs ez egész, ami kéne ide, hát legyen házasság. Teremtek férfit és nőt, tök különbözőre teremtem őket, inkompatibilisre bizonyos értelemben, és aztán összeláncolom őket egy életre, és megnézem, mi történik. Nem, ezt ő azért csinálta, mert ki akarta ábrázolni azt a viszonyt, ami nekünk lehetne ő vele. Ő a férj, ő a vőlegény, és mi emberek, akik hiszünk ő benne, vagyunk a menyasszony, vagyunk a felesége. És a földi házasságban, ha jól tudom, ha a király valakit elvesz feleségül, akkor ő mi lesz? Ő lesz a királynő, aki vele együtt uralkodik, és aki birtokolni kezd mit? Mindent. Mindent. És persze a király az ő királya is, de azon kívül minden és mindenki a lába alatt van, és aki nincs, az ő királya, az pedig szereti őt, és lefekteti az életét érte, mint egy hős lovag
mindjárt elkönnyezem magam. De ez a sztori, értitek? Ez a sztori. És Isten, mint egy kikiáltó, ott áll az emberiség felett, de ne az emberiség felett álljon, álljon csak mi előttünk, és mondja azt, hogy ezt hoztam nektek. Ez lehet a tiétek. Minden a tiétek. Kéritek? Kéritek? Hogy értem, kell? Jaj, most mondogatjátok, hogy igen. De közben a szívünkben, a lélkünkben, valahol ott mélyen, köszönjük itt egy vasárnapi Isten tisztelet, meg a melóval is annyi gond van, meg nyaralni is akarunk menni, és arra se tudom, hogy fog összejönni a pénz, meg eleve a karrierem, meg... És mit is mondtál, Jézus? Mit mondtál? És persze lehet, hogy ennyire nem, de értitek, hogy igazán nem kell. Lehet, hogy nem változtatnám meg az életem ezért. Lehet, hogyha megtalálnám azt a gyöngyszemet, azt az egy nagyot, nem adnám el az összes többit, hogy megvegyem azt a földet, ahol az a gyöngy van, vagy hogy van, vagy a kincs a földben, és megveszem az egész földet, meg az egy nagy gyöngy, és minden gyöngyömet eladom, hogy azt megvegyem. Hogy csinálja Isten, hogy rájöjjünk, hogy mit is akar adni nekünk? Én se tudom. De egy nagyon-nagyon fura rész jutott az eszembe a Bibliából, amikor ezen gondolkoztam. És ezt mi lenne, elolvasnánk együtt, és hát ha ez tanít valamit erről nekünk, hát ha ad valamit arról, hogy hogyan fogadhatnánk el azt, ami megváltoztatja az életünket. És én 2 Korintusból szeretnék olvasni Pálnak a sztoriát. És tegnap előtt megkérdeztem Lacit, tegnap kérdeztem Lacit, te Laci, nem erről beszéltem legutóbb is? Szóval nem tudom. De arra gondoltam, hogy ez ismétlés nem árt. Tehát lehet, hogy azóta se értitek, úgyhogy elmondom újra. Nem tudom, azt hiszem nem erről beszéltem. Ugye? Vagy igen? Vagy nem? De mindegy. Úgy is elfelejtjük. Úgy is, most tök mindegy, jövő héten is. Elprédikálhatnám újra, senkinek nem tűnne. 12.6-tól fogom olvasni. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Itt megállunk. Pál beszél magáról. Itt a megelőző szakaszban arról beszél, hogy ő ismert egy embert, aki járt a 3. mennyországban. És ha minden igaz, itt ő saját magára gondol, csak nagyon alázattal beszél. Ő több helyen, azt hiszem, Lisztrában megkövezték, kivitték, azt hitték, hogy halott, kidobták a város szélén, és aztán fölállt, összeszedte magát, visszasétált. Könnyen lehet, hogy ő az élete során ugye annyi bántalmazás, annyi igazán durva dolgon ment keresztül, hogy valószínűleg ő az, aki egy halál közeli élményben elragadtatott a 3. mennyországig. Ő azt mondja, hogy nem tudja, hogy valóban testben-e, tehát hogy ő tényleg fizikailag oda került-e, vagy csak lélekben, mint egy szelleme ott volt. De a lényeg, hogy olyan dolgokat látott, amiket nem volt szabad elbeszélnie. De ha minden igaz, látta a mennyországot, találkozott Istennel, nem tudom, nem mondhatta el. De igazából, ha megnézzük az új szövetséget, azt látjuk, hogy közel az 1/3-át, 27%-át azt hiszem, Isten Pálon keresztül jegyezte le. És sokszor a legmélyebb, a legösszetettebb teológiai igazságokat, isteni igazságokat Pál értette meg elsőnek, vagy oké, lehet, hogy nem így kell mondani, hanem csak úgy kell mondani, hogy
Isten Pálon keresztül nyilatkoztatta ezt ki. De a lényeg, hogy Pál vette az adást. Pálnak olyan kijelentése volt Istenről, olyan megértése, olyan mélysége, olyan kapcsolata vele, ami ámulatos. Tehát, hogy egy olyan életet élve, hogyha a missziós útjait olvasod, hogyha a sztoriát jobban megnézed, egy olyan életet élt, amivel nem cserélnél. Tehát én tuti, hogy nem kérem Pál életét. Köszönöm szépen. Tehát az rázós. És hogy tudod, hogy a börtönben megírta a Filippi levelet, ahol bátorít, és olyan erőt ad azoknak az embereknek, akik meg lazán és szabadon élnek odakint, hogy ennek fordítva kéne lennie, nem? Pált kéne vigasztalni a börtönben, és ő vigasztal minket. És azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Tehát a fickó tele van ilyen mintha egy Superman lenne. Oké? Okay? És erre mondja azt, hogy ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen. Ugye Pál farizeus volt. Tehát az akkori vallásos világban is abszolút a győztesek között volt. Az uralkodó osztálynak, ha lehet így mondani, a vallásos uralkodó osztálynak a része. Büszke lehetett volna magára, és így tovább, és így tovább. És azt mondja, hogy ha dicsekedni akarna, nem lenne esztelen, de mérsékli magát, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Még egy zárójeles gondolat ide. Amikor föl kell ülni a lóra, mi szokott lenni a probléma? Hát, hogy átessünk a túlsó oldalára. És aztán újra megpróbálunk felülni erről az oldalról, és átessünk az innenső oldalára. Igaz? A ló mindkét oldala céltévesztés. Föl kéne ülni a tetejére. És Pál arról beszél, hogy ő a ló túlsó oldalára eshetne, mert annyi akkora kijelentést kapott, hogy ő elbízhatná magát, hogy az ő viszonya Istennel nem úgy romlana meg, mint a miénk, akik nem is értjük, hogy mi történik, hanem úgy, hogy már túlzottan érti, és elbízza magát. De ugyanez a sztori, ugyanez a gondolat szólhat nekem is, aki alig értem. Tehát amit Pál beszél, annak csak a töredékét értem. De én is ugyanebbe a hibába eshetek, hogy nem tudok felülni a lóra. És lehet, hogy ez a sztori, ami történik velünk, ez... vagy Pállal, ez segíthet nekünk megérteni, hogy Isten hogyan próbál minket közelebb vinni önmagához. Úgyhogy olvasom. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Ez nem hangzik jól. Ez nem hangzik jól. Azt mondja, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, és itt megállnék. Pál abban a kísértésben élt, hogy elbízza magát. Hogy azt mondja, hogy figyelj, Uram, én ezt már értem. Én téged már majd, hogy nem kipipáltalak. Én az életet magamhoz öleltem. Én az elhívásomat követem. Én, ha valaki mondhatja, hogy mindent jól csinál, akkor én mindent jól csinálok. A ló túlsó oldala. Megtörténhet esetleg velünk a ló innenső oldalán, hogy mi is elbízzuk magunkat? Igaz lehet ránk is ez, hogy el ne bízzunk magunkat? Istennek tennie kell valamit? Elképzelhető ez? Valahol azt mondja az ige, azt hiszem a hegyi beszédben, Mátéban, hogy boldogok a lelki szegények. Mert ők megelégítetnek. És igazából nem jó a fordítás. Mert nem azt mondja, hogy szegények, akiknek nagyon kevés van. Mert akinek van, bár nagyon kevés, annak már van mit beosztania. Az már gazdálkodik. Az bár lehet, hogy nem tudja elbízni magát úgy igazán, de valójában van alternatívája, tud miben bízni. Mit tegyek? Hát
hogy holnap mit fogok enni, azt nem tudom, de ma még, mára még van mit ennem. Nagyon szegény vagyok, de még van nekem. De a szó, amit az eredeti szöveg használ a lelki szegényekre, az a lelki koldus, akinek semmilyen nincsen. Ne viccelj már! Ő miért boldog? Tehát miért ő lenne a boldog, akinek semmilyen nincs? Ezt most ne én válaszoljam meg ezt a kérdést, ezen egy picit gondolkozzatok. Miért mondja az írás azt, hogy boldogok azok, akiknek lelkileg semmiük nincs? Miért mondja? Mert nekik semmi más esélyük nincs, mint hogy kapnak valakitől. És az életnek ez a lényege. Hogy Isten az, akinek van, és embernek lenni, meg azt jelenti, hogy kapni tőle. És akinek van valamije, az simán választhatja a valamit Isten helyett. És már nem a ló túlsó oldalára esett át, hanem a ló innenső oldalán bízta el magát. Hogy Istentől függni, az a gazdagság. Istentől elfogadni, az a végtelen erőforrás. Istennel egy ilyen kapcsolatban lenni, ez maga az élet. És azok a boldogok, akiknek lelkileg semmiük nincs, mert ők könnyen megelégíthetőek. Ők könnyen elfogadnak, könnyen kapnak, könnyen kérnek. Nekik természetes ez a függés. Nekik természetes ez a függés. És ugyanez megvan a mi életünkben is. Mi itt Magyarországon magas életszínvonalon élünk? Van, aki bólogat, hogy igen, valaki szerintem vitába szállna velem, és mondaná, hogy nem. De egy dolog biztos, hogy ahhoz a mércéhez képest, amit például a hegyi beszédben a boldogok a nem szegények, hanem koldusok, ehhez a szinthez képest szerintem mi mind a koldus szintje fölött élünk, lelkileg is, és anyagilag is. Ami azt jelenti, hogy nekünk van alternatívánk. Mi simán gazdálkodhatunk az élettel Isten nélkül is. Igazából nekünk működik az élet Isten nélkül is. Vagy ne hívjuk életnek, hívjuk létnek. Mi kibírjuk, túléljük Isten nélkül is. És Isten ott áll a kikiáltó fiúként, és azt mondja, hogy adom magamat neked, és velem együtt az egész országot, lecseréled, elfordulsz attól, amit van, hogy megragadhass engem. És a koldusnak nagyon egyszerű, azt mondja, hogy hát persze, de semmim nincs, kell lesz nekem. De mi? Nekem nem egyszerű. Nekem nem egyszerű elengedni azt, amit látok, azért, hogy megragadjak valamit, amit nem látok, bár abban van, és abban lenne a megoldás és a válasz az életemre. És Istennek ez a kihívása, hogy amikor egy ember igazán bízni kezd bennem, amikor egy ember rám bízza magát, amikor egy ember elkezd rám számítani, akkor én beszélhetek hozzá, én taníthatom őt, én meggyógyíthatom őt a szívében, megállhatom anyagilag, meggondoskodhatok róla, újra meg újra, minden nap megmutathatom neki, hogy hogyan él egy ember, aki rábízta magát Istenre. De mi nem kérünk belőle. És persze tudom, hogy kérünk, tehát ne érts félre, de ha belenézel a szívedbe őszintén, akkor biztos látod azt a, hogy sokat ott hagyok a tányéron, sokszor megyek másfelé, sokszor gondolkozom másképp. És Pál ugyanebben a cipőben van, csak a ló túloldalán. És Isten ezt csinálja, hogy emiatt, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. És a gyötörjön szó az eredetiben fordítható úgy, hogy ostoroz, vagy úgy, hogy ököllel ver.
ez állati jó. Ez, uram, köszönöm. Egyetem, ez a terved? Ez a terved? És engedjétek meg egy zárójeles gondolatot, és kicsit most darabosan indulunk. Velem vagytok még? Kicsit darabosan indulunk, de mindjárt össze fog állni. Figyeljetek, zárójeles gondolat. Az erő az erény, vagy hátrány? Az erő az előny, vagy hátrány? Mi azt mondanánk, előny. Adj nekem nagy erőt, uram, és szuper klassz ember leszek. És Isten, figyelj, amikor arra gondolt, hogy teremtek lényeket a magam képére, akik velem együtt fognak uralkodni, amikor arra gondolt, hogy a fiúnak egy feleséget teremt, akivel egy lesz, aki uralkodni fog vele örökön, akinek a legnagyobb hatalmat fogja adni, akkor nem angyalokat választott. Azt tudjátok, hogy az angyalok borzasztóan erős, rendkívül intelligens, nagy hatalommal bíró lények. Egyetlen egyetlen angyal egy háborút be tud fejezni. Feltétlen engedelmességgel élnek Isten előtt, és iszonyatos, gondolom, hogy IQ-val és valós fizikai, szellemi hatalommal élnek. De amikor Isten azt mondta, hogy uralkodó osztályt keresek magamnak, feleséget a fiamnak, akkor nem angyalokat teremtett. Miért nem? Mert az angyal túl erős. Az angyal túl erős ahhoz, hogy megértse Isten mélységeit. Az angyal nem érti, mi az, hogy kegyelem. A kegyelem az meg nem értemelt jótétemény. A kegyelem az az, hogy amikor én elszúrom, akkor én irgalmat kapok, megbocsájtást, és olyan ajándékot, amit nem érdemlek meg. Ezt az angyal nem érti. Miről beszélsz? Én sose szúrtam el semmit. Nem is értem az egész kategóriát. Istennek egy tulajdonsága az angyal számára láthatatlan, mert csak egy elvont sztorit hall róla, hogy bűn, azt se értem, hogy mi az, hogy bűn, amíg el nem buktunk, ugye? Amíg Lucifer el nem bukott, illetve az emberiség el nem bukott. Ezek olyan kategóriák voltak egy angyal számára, amiket nem érthetett. Egy angyal sose élte át, hogy milyen az, amikor el van veszve, amikor menthetetlenül zuhan a halál felé, és valaki, miközben ő érdemtelen, a saját életét adja azért, hogy ő élhessen. Az angyal vak erre. Az angyal nem tudja, hogy milyen bánni a hatalommal, gyarlóként. És Isten a maga hihetetlen bölcsességében, amikor uralkodó osztályt teremtett, akkor embert teremtett porból, aki annyira gyenge, hogy egy vírus elviszi. Aki annyira gyenge, hogy tudod, ha egy csak kicsit összezavarodik lelkileg, akkor szétesik, és nem tud normálisan működni. Aki annyira gyenge, hogy a fizikai ereje, hát igazából a létben lévő energiákhoz, és tudod, 100 kilót így rám teszel, és agyon őt. 100 kiló. Az ember végtelen, borzasztóan gyenge. És Isten azt mondja, hogy ez a gyengeség az, amin keresztül ő meg fog érteni engem. Ez a gyengeség az, amin keresztül ő olyan közel fog jönni hozzám, mint senki más. Ez a gyengeség lesz az, amin keresztül én neki kijelenthetem magam. Az ember gyengesége a kulcs ahhoz, hogy nagy lehessen. Pont fordítva van, mint ahogy a természeti ember gondolná. És Isten azt mondja, hogy ahhoz, hogy a titkaimat igazán kijelenthessem neked, ahhoz, hogy igazi életet adhassak neked, még mindig túl erős vagy. Még mindig túl erős vagy. És én segítek neked még gyengébbé válni. És Pállal ezt kellett tennie. És ha megnézzük, az egyik legáltalánosabb emberi tapasztalat az a szenvedés. Bármilyen kultúrában, bárhol, bárhova mész el, a legtöbb helyen nem szeretnek róla beszélni, a legtöbb helyen tagadják, a legtöbb helyen megpróbálják kirekeszteni a kultúrából, megszabadulni a fájdalomtól, megszabadulni a szenvedéstől, de mindenütt ott van. Az ember egyik legáltalánosabb tapasztalata a szenvedés. És azt gondolom, hogy a szenvedésnek két nagy csoportja van, a szükséges, amely elkerülhetetlen, amelyből tanulni kéne, amelyből következtetéseket kéne levonni, és változtatni a gondolkodásmódunkon, és van egy része a szenvedésnek, amely pedig csak teljesen fölösleges.
Egy olyan része a szenvedésnek, amely abból jön, hogy a szükséges szenvedésre rosszul reagálunk. És mondjuk azt, hogy amikor a gyerek szeretne csokit, akkor azt mondjuk, hogy most nem, mert előbb vacsorázunk, és akkor ez a szükséges szenvedés része a dolognak, mert most tényleg nem lesz csoki. A szükségtelen szenvedés az, amikor hisztériás rohamot kap, és halként elkezd vergődni a spár padlóján. És anya kiakad, meg apa is. És gondja lesz egész nap ebből. Na, az a szenvedés szükségtelen része. Mert ha csak megérteni a mélyebb igazságot, miszerint ha csak csokinél, akkor beteg lesz, és meg kéne ennie a spenótot is, akkor megúszná igazából egy spenót evéssel, és a csoki élvezetének az elhalasztásával. Az éretté válás folyamatában a szükségtelen szenvedés csökken, de a szenvedés, mint olyan, az a csodaeszköz, szerintem többet nem hívtok meg ide, ez az utolsó alkalom, hogy itt beszélek, az a csodaeszköz, amivel Isten el tudja érni, hogy valamit, ami minket nem érdekel, értitek, nem érdekel, nekem megvan a programom, én tudom, hogy akarok élni, nekem van egy listám, le is írtam Istennek, hogy csinálja meg, és nem csinálja. Én megyek a magam feje után, és Isten azt mondja, hogy figyelj, nem, azon az úton nincs élet, azon az úton halál van, viszont van egy út, amin van élet, és én szeretlek, és gondoskodnék rólad is, és gyere velem, hadd beszéljek a szívedre, de nem érdekel. Segítek, hogy érdekeljem. Pál kapott egy tövist az oldalába. Ez konkrétan, ahogy itt írja, egy démon, egy szellemi lény, akinek meg volt engedve, hogy gyötörje. Hogy létrehozzon egy olyan életkörülményt, amelyben nagyon nehéz elbízni a magát. Létrehozzon egy olyan életkörülményt, ahol úgy érzi magát lelkileg, mint egy koldus. Tehát fölkelek reggel, és egy pofonra ébredek. Megyek reggelizni, és kapom a következő pofont. Egy magasrangú szellemi fejedelem, akinek meg van engedve, hogy gyötörjön, hogy ököllel verjen, hogy ostorozzon. Ki vágyik erre? Elmebeteg vagy? Ez a legrosszabb üzenet, amit valaha életemben hallottam. És erről szól. Nem akarunk fejlődni, nem akarjuk átlépni az árnyékunkat, nem akarunk oda menni, ahova eredetileg nem terveztünk. Nem kell Isten programja, a saját programunk kell. De abban a programban nincs élet. Az nem valós. Az egy illúzió. És Isten azt mondja, hogy segítek neked meglátni azt, amiről beszélek. Én magamat neked adtam, és velem együtt mindent. És neked az életed során az alatt, a 60-70-80 év alatt a legmélyebb és legalapvetőbb lecke, amit meg kell tanulnod, hogy én vagyok, és rajtam kívül nincs semmi. A nap, amikor átlépünk az örökké valóságba, színről színre is világosan fogja mutatni, hogy Isten van, és rajta kívül nincs semmi. A valóság, amit hiszünk, hogy létezik Istentől függetlenül, nem létezik tőle függetlenül. Minden tőle általa és értem van. Az ő hatalmas szava tartja fönn a mindenséget most. Ez a bánatos mikrofon, amivel belebeszélek, azért van még egybe ebben a pillanatban, mert Isten akarja, hogy minden nyomorult atomja most a helyén legyen. Ha ő most azt mondaná, hogy nem érdekel ez a mikrofon többé, eltűnne. A testem eltűnne. A gravitáció, a természeti törvények állandósága, minden azért olyan, amilyen, mert Isten olyannak akarja. Isten az, aki van, és ő rajta kívül nincs semmi. És az egy illúzió, hogy mi élhetünk tőle függetlenül, és lehet egy programunk tőle függetlenül, és bármilyen szinten diktálhatunk tőle függetlenül. Ez egy illúzió. Él az illúzió addig, amíg ezen a földön vagyunk, és aztán pak, eltűnik, és színről színre ott a valóság. Ő van, és nekem annyim van, amennyim ő vele van, se több, se kevesebb. És ha ő szeret engem ezen a földi életen, ebben a világban, akkor nem hagyja, hogy elsétáljak emellett. Akkor megtesz mindent azért, hogy amiről ő beszél, azt én átvegyem, hogy én arra odafigyeljek, hogy én azt komolyan vegyem. Csak ha nem szeret, csak ha nem törődik velem, csak ha azt mondja, mindegy, él a kölyök, ahogy akar. Akkor elenged. Akkor menjél. De akit szeret, azt mindenkit megnevel. Akit szeret, azt mindenkit megostoroz. Mint egy edző, akinek a szemébe nézett a tanítvány, és azt mondja, figyelj, meg akarom nyerni az olimpiát. Érted? Meg akarom nyerni. Megengedem neked, hogy bármit megcsinálj, hogy végig vigyél ezen az úton. Mire te azt mondod, én sosem mondtam Istennek, hogy bármit megtehet, hogy végigvigyél.
Isten ezen az úton. Hát erről szól, kéne, hogy mond neki. Mert olyan nagy a veszteség. Mert olyan nagy a veszteség az örökké valóságban, de itt a Földön is. Ugye ezt mondtam, hogy az Isten nélkül élő emberek nem boldogok. Az egy illúzió. Reménytelenek. És nekünk se gondtalan az életünk. De legalább van reményünk. És minden, ami történik velünk, annak van értelme. Van értelme az örökké valóságra nézve, és van értelme itt a földi létben is. Mert ha beszélsz emberekkel, akik rábízták magukat Istenre, akik okultak a fájdalomból, akik okultak a szenvedésből, azok azt mondják, hogy az élet élhető. Azok azt mondják, hogy bár a nehézségek ugyanúgy ott vannak, de van benne reményem, hogy Isten jelenlétével van egy olyan tartás, egy olyan vigasztalás a kezem ügyében, amivel élhetek. Az én gyönyörű feleségemmel szoktuk beszélni, hogy mi szeretünk sportolni. És olyan őrültséget, ez elmebeteg dolog, fölkelünk reggel korán, és elmegyünk futni. Futottál már? Iszonyú rossz érzés. Tehát semmi jó nincs benne. Hát ez is önként, ezt érted? Az ilyet be kéne zárni. Tehát, sőt, még hidegben is. Mondjuk ebben az én gyönyörű feleségem sokkal jobb, ő mínuszba is megy, én plusz 5 fölött. De, tehát futsz, és elkezd szórni, és elkezd a légszom jönni, és még alig futottál valamennyit. És úgy döntöttél, hogy egy órát fogsz futni. És még csak 10 perc telt el belőle, és már utálod minden pillanatát. De közben valahol nagyszerű. De közben valahol tudod, hogy mit tesz az egészségeddel, hogy milyen lesz a közérzeted utána, és hogy valójában, ha még 10 percet futsz, akkor átbillensz egy határon, és elkezded látni, hogy süt a nap, és csicseregnek a madarak, és igazából elkezd történni egy olyan élet, ami unottan ülve az íróasztal mellett soha nem ért volna utol. A világ egyik legsikeresebb ember mondta azt, hogy a legkívánatosabb dolgok az életben azok a kényelmetlenség, sőt a fájdalom határain túl vannak. Az élet legkívánatosabb dolgai a fájdalom határán túl vannak. Hát a mi világunk nem ezt tanítja nekünk. Nem erre vagyunk szocializálva. De Isten hűséges. Ő azt mondja, figyelj, én nem bánom, ha haragszol rám. Én nem akarom megvenni a te tapsolásodat azzal, hogy megalkuszom a te sorsoddal. Én utánad megyek. Én utánad megyek, Sanyi. Ha kell, megengedem, hogy egy tövis legyen az oldaladban. Mert az a tövis jó lesz neked. Te nem fogod szeretni, de egy ideig nem is fogod érteni, de jó lesz neked. És nekem belefér, hogy haragszol rám. És tudod, Pál egy dologban különbözött tőlem, hogy ő vette az adást, ő megértette az üzenetet, és a szükségtelen szenvedés nála elmaradt. Olvashatom? És ezzel a sztori végére jutunk. Rendben? Már csak 4,5 percet kell kibírnotok. Nem mondok igazat, több lesz egy picit, de közel vagyunk a végéhez. Figyeljetek! Tehát Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bízzam magam. És Pál mit csinált? Amit minden normális ember csinál, amikor bajba kerül. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. Tehát mit akarok csinálni? Meg akarok szabadulni a tehertől. Meg akarok szabadulni a fájdalomtól. És a háromszor kérni az Urat, az a teljességet jelenti. A három az a teljesség száma. Ha valamit háromszor kérek Istentől, azt igazán kértem. Akkor az van, hogy én ezt komolyan gondoltam. Akkor én ezt akarom. És ennél jobban nem lehet kérni. Tehát ez ami olyasmit jelentett, hogy odaálltam Isten elé, és megmondtam neki, hogy én ezt nem akarom. Ez értelmes dolog? Ezzel egyet tudunk érteni? Én ezzel egyet tudok érteni. Uram, tudod, taníts meg úgy imádkozni, hogy valamit háromszor kérek, és te megcsinálod. Ez lenne a legjobb. Oké. És íme Isten válasza. De ő ezt mondta nekem. Na, erre kíváncsiak vagytok? Vagy itt hagyjuk abba?
és majd legközelebb jön a válasz. A reklám után folytatjuk. De nem jó, mert elsütöttétek a poént előre. Mind látjátok, hogy próbálom itt adagolni az információt, valamiféle dramaturgiát követve, és közben mindenki van írva. Na figyeljetek, azért mondom. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem. És itt meg is kell állni. Nem szabad tovább menni, mert nem értjük, hogy mit mond. Figyelj, a baj, amiben vagy, nem azért van, hogy csak úgy megszabaduljunk tőle. A mai ember arra van tanítva, hogy a probléma nem normális, azonnal meg kell tőle szabadulni, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy a probléma azért van, hogy tanuljak valamit, és ahogy megtanultam, amit kell, a problémától megszabadulhatok, vagy a probléma fölé kerülhetek. A probléma az olyan, mint a fájdalom. Amikor rátenyerelsz a sparhertre, akkor nem be kell adni magadnak egy gyors fájdalomcsillapítót, hogy ne érezd a fájdalmat. Vagy elvágni az idegvégződéseket, hogy ne legyen ez a rossz érzés. Mit kell csinálni, amikor rátenyerelsz a sparhertre? És jön az a szörnyű jelzés az idegrendszeren keresztül az agyba. Miért jön az a jelzés? Mert rossz helyen van a kezed, épp megsütöd a kezedet. És mit kell csinálni? Nem megszüntetni a fájdalmat, hanem reagálni rá, cselekedni annak megfelelően, elkapni a kezedet. Ez rendben van? Ugyanígy, amikor az életünkben dolgok történnek, azok többnyire okkal történnek. És Isten azt mondja, hogy az ok nem az, hogy rossz vagy, nem akarlak megbüntetni, meg Isten, minden gyönyörű, minden csodálatos. A nehézségre, ami van az életedben, oké, az az igazi és valódi válasz, az az én kegyelmem. És a nehézség azért van ott, hogy te felismerd, hogy az én kegyelmem létezik, és hogy azt te elkezd elfogadni, és ahogy elfogadod, megértsd, hogy ez a kegyelem, és majd mindjárt mondjuk, hogy mi ez, mert ez most csak egy üres valláshoz szó, tehát van valami, amit én most adnék neked, érted? Egy szuper pirula, amit bekapsz, és hiperember leszel, kicsit megint túlzok, de képzeld, egy szuper megoldás, ami a probléma fölé emel téged, érted? Tehát a problémának meg se kell szűnnie, beveszed ezt a tablettát, és fölötte vagy. Ezt érted? Nem érted, mert nem így élsz, nem ez a programod, nem így képzelted, neked nem ez a terved, és az 5 pontos cédulán, amit reggel odaadtál nekem, hogy valósítsam meg, az nincs rajta. De pont erről szól, hogy valami olyat kell, hogy adjak neked, ami valós, ami az örökké valóságról szól, és ami neked nem kell. És ezért létrehoztam egy olyan körülményt, ahol semmi más esélyed nincs már, mint ezt elfogadni. Úgyhogy nem veszem el a tövist, hanem adok a tövis mellé valamit, ami ezt megoldja, és ez az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. És tedd fel a kérdést magadnak, elég neked Isten kegyelme? Amikor baj van, amikor nem úgy mennek a dolgok. És én, ha őszinte vagyok, azt mondom, hogy nem elég. Azt se tudom, mi az. Úgyhogy nézzük meg egy kicsit közelebbről, mi az a kegyelem? Mi az, amiről beszél? És megint hagyd kérdezelek titeket, szerintetek mi az Isten kegyelme? A kegyelem nem csak annyit jelent, hogy büntetést érdemelsz és nem kapod meg, az csak egy része. A kegyelem egy tágabb fogalom, meg nem érdemelt ajándékot jelent. Mi Isten ajándéka? Mi az az ajándék, amit ad, ami elvileg elég kéne, hogy legyen a tövis mellett is? Vagy a tövis fölött is. Élet. Élet. Jó, de ennél precízebb. Feltámadás. Még konkrétabb lesz ennél. Mindent. A minden jó, de megint tök általános, a mindenhez nem tudok viszonyulni. Az ő kegyelme valami olyan, amihez nagyon könnyű viszonyulni. Mikor halált érdemelnék és megment a halál. Ez a kegyelemnek egy megnyilatkozása, igen, igaz, de ennél ezt mondom, hogy a kegyelem egy nagyobb fogalom, mondom akkor, Jézus Krisztus az ő kegyelme. A kegyelem meg nem érdemelt ajándékot jelent. Mi a te ajándékod? Olvastuk, Róma 8:28, Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, János 3:16, úgy szerette a világot, egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De 8:28 is jó, ugye? Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Tudjátok, mit adok nektek? Magamat adom nektek. Emlékeztek a sztorira az elején? A sztorira az elején? Emlékeztek még?
a nagyon gazdag királyra. Ne 10 milliót kérjél tőle, ne 50-et, ne 100-at, ne a fele királyságát, hanem értsd meg, hogy ő magát adja neked, mint ahogy egy király adja magát a feleségének, és vele együtt mindent. Ez a lényeg. Kérlek, értsd meg, hogy az életre a válasz az én vagyok, hogy én a tiéd vagyok, hogy én veled vagyok. Galácia 2:20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, én is élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. És azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem. Mi a módszerem arra az életre, amit testben élek? Hányan élitek az életeteket testben? Hányan vagytok gyakorlatiasak? Hányatoknak van villanyszámlája? Hányatoknak kell főzni ebédet? Hányatoknak vannak gyerekei? Úgy értem, ne elvont, tudod, spirituális dolgokról beszéljünk, a gyakorlatról beszéljünk. Ugye, a valós életről, arról az életről, amit testben élek. Mi a módszer arra, hogy testben éljünk? Hogyan élünk testben? És Galáciában azt mondja, az Isten fiába vetett hitben élem ezt az életet, aki nem akárki, aki nem akár, hogy viszonyul hozzám, hanem aki szeretett engem úgy, hogy önmagát adta értem. Ez egy hős történet, egy szerelmi történet. Isten beleszeretett beléd. Beléd, 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 és magát adja neked. És azt mondja, hogy ne utasíts el. Kérlek, ne menj el valaki más után. Kérlek, gyere el a randira. Kérlek, amikor hozom a rózsát, ne dobd rögtön a kukába. Kérlek, vegyél észre engem. Én vagyok az ajándék, és velem együtt minden a tiéd. Én Isten. És én bemutatkozom, és én írtam neked, és én, ha figyelsz, csendesen szólok hozzád, és én itt vagyok, én valós vagyok. Komolyan vennél engem? Figyelnél rám? És a válaszunk az, hogy nem. És Isten tövist ad az oldalunkba. És az élet nehézzé válik. Az élet szűkössé válik. Az élet olyanná válik, hogy már nincs semmi es, hogy háromszor kérem Istent, hogy vegye el ezt a tövist. És ő azt mondja, hogy nem, mert szeretlek. Mert fel kell ismerned, hogy a válasz az életre az én vagyok. És hogy én magamat neked adom. Az én kegyelmem, hogy én vagyok az ajándék. Hogy ajándékot adok neked, hogy magamat neked adom. Hogy az elég neked. Hogy az mindenre elég. Hogy az elég, ez az élet leckéje. És ha ezt megkerüljük, figyelj, itt az ígéret, semmink nincs. De ha ezt megragadjuk, ha ez a miénk, minden a miénk. És ezt mondja Pál, és itt folytatja is, még egyenlőre Isten, ezért azt mondja, hogy de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Mit mondtunk az angyalokról? Túl erősek. És Isten azt mondja, hogy még mi is túl erősek vagyunk. Nem vagyunk koldusok, de még szegények sem. Nagyon sok mindennel gazdálkodunk. Nagyon sok erőforrásunk van, lelkileg, anyagilag. Nem függünk Istentől, nem kiállt a lelkünk kétségbe esetten, hogy Uram, ments meg. Nem kell, hogy megmentsél. Egész jól megy az élet. És Isten azt mondja, hogy segítek felismerni, hogy az élet nem megy olyan jól, hogy van egy kegyelem, van egy ajándék, amit ne hagyj a tányér szélén. És azt mondja, hogy ez az erő, amikor te élsz az ajándékkal, amikor te elfogadod az ajándékot, amikor meg akarod ismerni ezt az Istent, amikor elmélkedsz rajta, amikor megelőlegezed neki, hogy ő az, aminek mondja magát. Ez az Isten ereje. De ez az erő akkor ér célba, amikor én gyenge vagyok. Amikor nem a magam útját választom, nem a magam erejét, nem a magam elképzelését. Amikor annyira elgyengülök, mint ahogy egy koldus, aki azt mondja, hogy amit most adsz nekem, azt megeszem. Amit most adsz nekem, azt megeszem. És Isten nem kígyót ad, és nem követ, hanem magát adja, az életet, a nagybetűset. És nem haragszik, és nem rontottunk el, és nem büntelt, és semmi ilyesmiről nincs szó, hanem csak arról, hogy hogyan mutatod meg valakinek, akinek szabad akarata van, hogy mi az, amire igazán szüksége van, hogyha arra ő nem kíváncsi, ha azt még nem érti, hogyha nem jutott oda. És Isten ezt mondja, hogy így tudok segíteni, így tudom megmutatni, hogy segítek még jobban elgyengülni. És itt van Pál nagyszerűsége, és ez az üzenet vége. És ezt kívánom magamnak, hogy bárcsak én is olyan lennék, mint Pál, aki felismerem,
hogy az élet terhei nem, ahogy hadd használjam ezt a szakszót, nem szivatás, ezt most értettétek, hanem Isten szerető közbenjárása, hogy megajándékozhasson valakit, akinek amúgy nem kell az ajándék. De az élete múlik rajta. És Pál ezt mondja. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. El tudod ezt képzelni? Hogy jön egy nehézség az életben, és azt mondom, hogy fú, de jó. Most igazán gyenge leszek. De amikor én gyenge vagyok, akkor Isten előléphet, és már látom is a szívemben, kiáltok hozzá. Azt mondom, hogy na most vagyok bajban, Uram. Ha valahol itt vagy, remélem, hogy itt vagy, akkor most jöhetsz. Most segíts. És szerintem jön. Szerintem segít. Igaz? És tudod, ha nem, ha megvárat, akkor lehet, hogy még húzni akar, még, mint amikor tudod, hé, edző, azt mondtad, hogyha lefutom a távot, mit tudom én, 9-28 alatt, akkor elégedett leszel vele. Persze, de azzal nem leszel olimpiai bajnok. Múlt héten lefutottad a 9-28 alatt, de most kész, most le tudod futni 9-20 alatt is. Úgyhogy gyerünk vissza arra a pályára, és még egy kör. De nem lehetne pihenni egy kicsit? De jön a pihenés is. De Isten tudja ezt, és ő időzíti. És Pál felismerte, hogy ha valamivel érdemes dicsekednie, akkor azok a gyengeségei, az erőtlenségei. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert amikor eljutok önmagam végére, akkor kezdem komolyan venni a természet feletti ajándékot. Azt az óriási értéket, hogy Isten saját magát adja nekünk. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok a legerősebb. Amikor koldus vagyok, elfogadom a király végtelen ajándékát, és végtelenül gazdag vagyok. Pillanatról pillanatra, napról napra, újra meg újra. Koldus vagyok, elfogadom, gazdag vagyok. Koldus vagyok, elfogadom, gazdag vagyok. Megtanulom, hogy koldus vagyok, aki Isten és vele együtt minden. És most nagy számban beszélek, ugyanebben küszködök én is, föl fogok állni, innen már most állok, kimegyek, és 2 perc múlva a saját erőmmel fogok gondolkozni, tervezni, mert van nekem, mert tudok függetlenül, és tudod, legközelebb Isten holnap reggel fog eszembe jutni. De Isten hűséges. És oké, eszembe jutott. Van nekem a te kegyelmed, és az elég, és itt vagyok, Uram. És ez olyan hülyén hangzik, mintha tekerné a kezemet, de nem erről szól, hanem arról szól, hogy köszönöm, hogy nem engeded meg, hogy elsétáljak melletted. És Pál vad, Pál nagyon vad, figyeljetek, azt mondja, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem, ezért Krisztusért, mit mond Krisztusért, tehát azért, mert mindeközben megtalálom a csodát a jutalom miatt, nem a jutalom miatt, rossz szó. Olyan ez, mint voltál már szerelmes, és randira mész, oké? De a randi messze van, nincs busz, nincs kocsi, 12 kilométert kell sétálnod a fagyos hidegben, hogy találkozz a pároddal. 12 kilométer, mínusz 10 fok, brutális szél, mint a deltában, tudod, oké, megvan. De azt mondod, hogy örömöm telik ebben a szenvedésben a páromért, akit ahogy odaérek, meglátom. És ezt mondja Pál, azt mondja, a szenvedésekben örömöm telik Krisztusért, mert tudom, hogy a kis buta lelkem, ahogy most kicsit megtekerik, azonnal Krisztushoz fog kiáltani, és meg fogom látni őt, és ez mindennél jobb. És a kegyelme mindenre elég, és ez az az élet, amit mindig élni akartam. Mert ahogy ez a kegyelem az enyém, úgy fölé emelkedek a problémáknak, és szinte már nem is értem, hogy mi a probléma. Mint a szerelmes, tudod, aki megy a Delta filmben, és a fázásról is megfeledkezik. És fölötte van ennek az egésznek. Ezt mondja Pál. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, amikor emberek rosszul bánnak veled, nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongattatásokban. Ezek közül hányat kellett nekünk megélnünk az elmúlt hetekben, hónapokban? Hányatokat üldöztek?
mint ahogy mondjuk üldözték Dávidot, Dávidot Saul üldözte, a király üldözte. Gondolj bele, egyszer csak megjelennének itt titkos rendőrök, kommandósok géppisztollyal, és mondanák, hogy hol van a Pallag László. Pallag Lászlót keressük! És akkor lefekszik a földre, tudod, gyorsan kimászik itt ezen a kis ajtón, is fut, és menekül, és beül a kocsiba, még utána lőnek, és tudod, és üldözik. Hányan élitek így a napjaitokat? És aztán az ország üldözi őt 10 évig, vagy nem tudom meddig. Dávidot üldözték. A király üldözte, sereggel. Hányan élitek így az életeteket? Nem? Akkor sokkal jobb helyen vagyunk, mint Pál. Pál azt mondja, hogy örömöm telik Krisztusért az üldöztetésekben is. És tudom, mi nem vagyunk Pál, meg minden, de egy elvet akar itt mutatni nekünk, hogy ami történik az életünkben, nem ok nélkül történik, és nem büntetésként történik, hanem ajándékként jön, hogy felismerjünk valamit, amit amúgy nem ismernénk fel, hogy komolyan vegyünk valamit, aminek amúgy nem adnánk nagy értéket. Isten szeretők törődése és gondoskodása nem engedi, hogy elsétáljunk egy akkora ajándék mellett, amit jelent, hogy ő magát adta nekünk. És te szülőként tudod, hogy hogy van ez, amikor valamit muszáj a gyerekkel megértetni, muszáj, akkor szigorú vagy vele, igaz? Akkor akár tiltasz is, akár megfedded, akár, tudod, nem tudom. De amikor megértette a gyerek, amikor megértette szívből, amikor egyetért már veled, akkor folytatod-e a szigorúságot, a tiltást? Van-e még értelme a szorongatásnak? Nincs. Nincs. Tovább lehet lépni a következő leckére. És ez az, amit Pál csinál. Azt mondja, hogy figyelj, a szükséges szenvedést nem tudom megúszni. Mert ha át tudnám ugrani az árnyékomat, átugranám. De nem tudom. Önmagam határaim belül élek, és Istennek segítenie kell, hogy kipöcköljen engem a határaimból. Ez elkerülhetetlen. De a szükségtelen szenvedést megúszhatom. Nem fogok halként vergődni az Interspár padlóján, mert nincs csoki. Mert az már szükségtelen. És megpróbálok együttműködni Istennel, hamar felismerni, megtanulni. Én az utolsó leckét, amit tanítani akart, nekem 1 év alatt simán megértettem. Most nagyképű voltam, mert szerintem még mindig nem értem igazán. 1 év. 1 évig töv is az oldaladban. És mikor lazít? De motiváló. Szerintem most beszéltem itt utoljára. Igaz? Drága testvérek. Nincs vigasztalóbb üzenetem, mint az utolsó vers. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Pál ezzel fejezi be. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nem tej volt, ez nem egy olyan üzenet volt, ami kezdőknek szól. Ez valami olyasmi, amiről ritkán beszélnek emberek. Ez nem divatos, de nagyon hasznos. De nagyon hasznos. Ez az élet ösvénye. Krisztus önmagát adta, és vele együtt mindent. Hogyan tudom én a szívem mélyén elfogadni őt, és vele élni, mint egy kiváltsággal, mint egy ajándékkal. Úgy, hogy nagyon akarom, úgy, hogy nagyon felismerem, és ebben segítenek a nehézségek. Úgyhogy engedjétek meg, hogy egy imával fejezzük be, és az imában el fogok mondani egy, én úgy hívom, hogy ha esetleg nézed ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még soha nem rendezted a viszonyodat Istennel, akkor van egy nagyon egyszerű módja annak, hogy te megbékélj vele, hogy úgymond örök életet nyerj. És ez nem más, mint az evangélium. Az evangélium az örömhírt jelent. És az örömhír ennyi, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy ajándékot elfogadni. Mi az ajándék? Végig erről beszéltünk. Mi a kegyelem? Jézus Krisztus, ő a kegyelem, ő az ajándék. Őt elfogadni, maga az élet. Ő vele élni,
a fölé emelkedés minden fölé. És ha esetleg az életedben még ezt a döntést sose hoztad meg, akkor lehet, hogy most van itt az idő. Én fogok mondani egy nagyon egyszerű kis imát, és ha úgy gondolod, akkor a szívedben mondd velem ezt a nagyon egyszerű imát. És Isten itt van most, hall téged, és hogyha ha mondasz neki egy kicsi igent, ő mond rá egy óriási igent, és mindent, ami az övé, neked ad. Úgyhogy mennyei atyánk, mindenható Isten, szeretnék megbékélni veled. Tudom, hogy te fizetted ki az én hibáimnak, az én bűneimnek az árát 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten, mert ott meghaltál minden ember bűnéért, minden ember mulasztásaiért, minden ember hibáiért. Ingyen és bérmentve te vállaltad a halált helyettünk. Azért, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk, hanem hogy élhessünk. És ahhoz, hogy ez az ajándék a miénk lehessen, csak egyetlen egy dolog kell tőled, tőlem, hogy higgyünk benne. Hogy azt mondjuk, hogy hiszek benned, Jézus. Te vagy a megváltó. Adj nekem örök életet. És ő megvált téged, és örök életet ad. Úgyhogy csak mondd neki, hiszek benned, bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Hiszek benned, Jézus, te vagy a Mesiás, te vagy a megváltó, hiszek benned, rád bízom magam, adj nekem örök életet. Csak ennyit a szívedben, hiszek benned, Jézus, te vagy a Mesiás. És ő a hitet pillanatában örök életet ad neked, önmagát, és önmagával együtt mindent. Amen.